Bemelegítéssel kezdődött a közös futás a Bonyhádi sportpálya területén. A városban évente megrendezett, hagyományos malackergető futással búcsúztatták az új évet, ami során fiatal atléták malacna költöző is pályára léptek. Tulajdonképpen el akarom kapni a malacokat. Én régi atléta voltam Bonyhádon, én itt kezdtem a karrieremet, itt az AC Bonyhádba, és gondoltam visszatérek egy ilyen futásra a családtagokkal, mert jó buli szerintem. Kicsik és nagyok egyaránt rajthoz álltak, volt, aki kutyával, mások gyerekeikkel futották le a távot. 2-1, rajt! Hajrá, hajrá! Meg lehet előzni a malacokat természetesen. A szervezők két futamot is indítottak, elsőként a gyerekek, valamint szüleik futottak, másodikként pedig a felnőttek. Abban hiszünk, hogy az új évet sportolással kell befejezni, és az új évet sportolással kell elkezdeni, akkor biztos, hogy nagyon egészséges évünk lesz. És évek óta az önkormányzat, az AC Bonyhád és a Bonyhádi Sportcentrum szervezi meg ezt a remek eseményt, és mint ahogy a résztvevők számából is látszik, hogy ez egy erre igény van, és egy nagyon nagyszerű rendezvény. Itt az emberek nagyjából a karácsonyi evészet után igénylik a mozgást, és mi megszervezzük nekik. A regisztráció során a nevezők tombola szelvényt kaptak, amivel értékes ajándékokat nyerhettek. A fődíj egy malac lesz, úgyhogy aki szereti a sertést, az nyilván dupla tombolát is kapott. Úgyhogy a szerencsésnek ilyen szempontból is esetleg jól zárulhat az éve. Én azt gondolom, hogy nem is igazából ezen van a lényeg, hanem azon, hogy együtt vagyunk, közösen csinálunk megint valamit, és mint ahogy az egész évben közösen alkotjuk a programokat itt Bonyhádon. Legyen az Egyesület, Önkormányzat, Sportcentrum, ebben a munkában hiszünk. Az Atlétika Klub Bonyhád 2014-ben rendezte meg először a szilveszteri futást. Ezt követően csatlakozott a város önkormányzata, valamint a sportcentrum is. Azért érezzük fontosnak a rendezvényt részben, mert ugye közösségteremtő. Van, aki itt talál olyan barátra, akivel később együtt fog sportolni. Illetve azért, hogy mindenki megérezze, hogy akár egy kör lefutásával is el lehet kezdeni. Van olyan ismerősöm, aki egy kört futott, kettőt sétált, megint egyet futott, és így kezdte annak idején, és ma már több kört simán lefut. Tehát valahol a kis lépéssel kezdődik ez is, és el lehet érni addig, hogy az embernek ez az egészségére is jó hatása van. A 2023-as évet búcsúztató szilveszteri futáson közel 400-an vettek részt.